A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, ez itt Fehérvári Beszélgetések Extra című kiadásunk, és nagyon örülök, hogy velünk tartanak ebben a nagyjából 20 percben, mert egy nagyon fontos témával fogunk foglalkozni. Összefogással sikerülni fog ez a hívó gondolata a mai adásunknak is, és annak a rendezvénynek, amit július 13-án Iszka-Szentgyörgyön fognak megrendezni. Egy kisfiúért, méghozzá egy 4 éves kisgyermekért, aki izomsorvadással küzd. Ő Micskó Benjamin, és róla lesz most szó itt a Fehérvári Beszélgetések Extrában, ugyanis eljöttek hozzám vendégségbe a programnak a szervezői, akiket nagyon nagy szeretettel köszöntök. Itt van velem Stamber Erika és Elek Beáta. Köszönjük. És köszönjük a meghívást. Én azt hiszem, hogy nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy segítsünk egymáson, embertársainkon, de amikor egy kisgyerekről van szó, akkor azért talán nem vagyok egyedül, ha azt gondolom, hogy ez pedig a legfontosabb, főként, hogyha az egészségükről van szó. Bea, talán kezdeném veled, hogy hogyan is ismerted meg ennek a családnak, s ezen belül a kisfiúnak a történetét, és hogyan csatlakoztatok ti egymáshoz Erikával? Hát én nagyon sokat pörgettem a social médiát, a TikTokot, és ott láttam, ez a videó jött velem szembe, de többször, több helyről, hogy segítsünk a Benninek, és felvettem velük a kapcsolatot apukájával, felhívtam őket, kaptam tőle telefonszámot, és ő elmondta, hogy miben tudnánk segíteni, és a legutolsó mondata, amivel zárta a beszélgetésünket, hogy kedves Bea, ha 100 forinttal segítitek a Benit, mi azért is roppant hálásak vagyunk, és akkor ott már nem volt kérdés, hogy nekem segíteni kell. Hát elkezdtem szervezni, mindenkit felhívtam, akit lehetett, akivel úgy gondoltam, hogy tudok majd segíteni Beninek. Elsőkorban az önkormányzatot, az Iszka-Szentgyörgyi önkormányzatot, hogy tudnának-e nekünk helyet adni ennek a rendezvénynek, és hát természetesen azonnal mondták, hogy minden, ami ott Iszka-Szentgyörgyön rendelkezésre áll, az a miénk, és azt a napot ők ezzel támogatják. Aztán rájöttem, hogy egyedül semmit nem lehet megszervezni, sem megcsinálni, és akkor ugye hát Erika a barátnőm, hát más már 30 éve, és felhívtam őt, és azt mondta, hogy őnek is ez természetesen mellém állt, úgyhogy azóta együtt szervezünk mindent a Beni nappal kapcsolatban, mindenkit közösen hívunk fel, közösen írunk e-maileket, közösen találkozunk, és hát a legfontosabb, hogy nagyon várjuk szombaton Benit, mert hogy ő is jön hozzánk 13 órára. Tehát ti tulajdonképpen egy jótékonysági program sorozattal, programokkal várjátok a segíteni vágyókat szombaton. Erika, mesélj egy kicsit Beniről, még mielőtt belemegyünk a magába a programokba, hogy te hogy ismerted meg, mi az, amit tudhatunk róla, és mi az, amit a nézők egyáltalán tudhatnak róla. Beni egy nagyon jó, vidám, kedves kisfiú, 4 éves. Sajnos a betegségét nem olyan rég fedezte fel a család. Az oviban sokszor félreállt, nem úgy játszott a mozgásában, sajnos jelentkezik már ez. És mivel, hogy életvidám, nagyon, nagyon kis szaladgálós, nagyon szeret játékokkal, autókkal játszani, kedvenc játéka az autók, és nagyon-nagyon imádnivaló kis, mindig mosolyog. Tehát mindig, akármelyik videóját megnézzük, akármikor beszélünk a családdal, mindig pozitív az a kisfiú, mindig mosolyog, és én úgy gondolom, hogy egy ilyen pozitív kisgyereknek segíteni kell. Nekünk gyerekeink vannak, családunk van, mi is mindent megtennénk értük, és én úgy gondolom, hogy sok ilyen megmozdulás kellene ebbe az országba, és akkor ezeken a beteg gyerekeken lehetne segíteni. Most kiemeltük ugye Benit a sok segítős mellett, nekünk valahogy ő szívügyünk lett a Beni nap, mi már csak így hívjuk egymás között, hogy Beni nap. Nagyon-nagyon várjuk őt, nagyon nagy szeretettel tényleg, és annyi mindennel készülünk ott az Iszka-Szentgyörgyi gyerekeknek, hogy nekik is vidáman teljen ez a nap. Mind kisebb, mind nagyobb, sőt idősebb kolosztályt is várunk, meg éjszaka ugye a mindenkit is. Mindenkit is. Tulajdonképpen. Tehát tulajdonképpen 11 órakor elindulnak a programok, és éjjel 3-ig fog tartani. Hogyan alakították
írtátok ki ezt a napot? Mik vannak délelőtt, és mire lehet számítani egészen pontosan délután és este? Hogyan építettétek ezt fel? Hát, ugye nagyon meleg lesz, ezt tudjuk. Sajnos vagy nem sajnos. Hát ugye a gyerekeknek 11 órától már lesz légvár, és aztán jönnek szépen sorba a FitKit bemutató, aztán lesz nálunk zumba, de folyamatosan lesz ilyen, hogy gyöngyfűzés, hajfonás, arcfestés. Mi lesz még? Jön hozzánk a Maci, a meglepetés Maci. Ő ott lesz nálunk 1 órától 3 óráig. Jön a tűzoltó, nagy tűzoltókocsi, az Iszka-Szentgyörgy önkéntes tűzoltók jönnek, és feltöltik a kocsit vízzel, és locsolják a betont, az aszfaltot, hogy a gyerekeknek ne legyen melegük, és ne kapjanak napszúrást. És lesz nálunk aszfaltrajzverseny, ennek is van díja, a gyerekeknek nem is kicsi, és arra gondoltunk, hogy ha már a felnőttek tomboláznak éjszaka, a kicsiket se hagyjuk ki ebből, úgyhogy nappal is lesz tombola húzás, és annak is lesz nyereménye, mert hogy mindenki számít, minden ember számít, a legkisebbtől a legnagyobbig mindenki, az idős, a fiatal, mindenki, és ezen a napon csak arról kell, hogy szóljon, hogy mindenki jól érezze magát. Úgyhogy... És bárki, aki oda megy, tulajdonképpen akkor ezzel tud segíteni, hogyha igen, adománydobozokat helyezünk el, minden egyes helyszín elvileg ingyen látogatható, tehát nem belépős. Mindenki, minden egyes, mind az ugrálóvár, mind a például Eszkeller János művész úrnak egy műsora, amire főként ugye az idősebbekre is gondolva így ő is csatlakozott ehhez az eseményhez, és most köszönjük meg neki, hogy ő ingyen eljön és részt vesz ezen a napon. És akkor így az idősek is, és ő is ott lesz énekkel, és dobozokat helyezünk ki, amiben az adományokat várjuk, amelyet majd az a Beni alapítványnak fogunk átadni. Mert hogy nem kevés összegről van szó, és egy amerikai gyógykezelésről, tehát én azt hiszem, hogy itt tényleg mindent megtesztek, rengeteg, még az utolsó héten is. Igen. Rengeteg pénz kell nekik, nagyon sok cég és akár civil szervezetek, civil egyesületek, magánemberek is, ha mással nem, de legalább egy pohár kávéval, ha támogatnák az ügyünket, és akkor együtt sikerülni fog. És akkor a zene mellett mondhatjuk, vagy elmondhatjuk a nézőknek, hogy a FEMA is mellétek áll. Igen, ma hívtam fel őket telefonon, mert ismerem őket, igen, és hát mondtam nekik, hogy miről lenne szó, és ők azt mondták, hogy természetesen elmegyünk, le kell írnom a programot, ők hálásak nekünk azért, hogy erre gondoltunk. Tudom, hogy nagyon sok kiskutya van, meg nagykutya, meg cica, meg minden, és hát azt gondolom, hogy aki jó lelkű, mint amilyenek mi vagyunk, és mindig is szeretünk segíteni, és ezután is így lesz, kell, hogy nekik is segítsünk, úgyhogy ők is jönnek, még nem mondták, hogy hány órától, nekik fontos az árnyék az állatok miatt, hogy igen, ne legyenek a tűzönapon az állatok, úgyhogy ez is megoldható. A tájház udvarában lesznek majd a fa alá rakva, hogy ne legyen melegük, úgyhogy ők is jönnek, és hát igen, megmondom, sátrat teszünk a gyerekek feje felé, a Miszka-Szentgyörgyi Iszkom Kft., mindegy, ők egy ottani Kft., ők azzal segítenek majd nekünk, hogy adják ezeket a nagy pavilonokat, hogy senki ne legyen a tűzön napon, mert nem szabad kint lenni, 36 fok lesz. Úgyhogy, és hát a helyi vállalkozók is segítenek nekünk, minden boltba kitettelik a dobozt, ami nálunk Iszka-Szentgyörgyön van, a szomszéd településekre is, hogy azok az emberek, akik nem tudnak eljönni, ők ott tudjanak adományt beledobni a dobozba. Igen. Süti vásárunk is lesz, és ebéd is lesz délben. Bográsgulyást főzünk, úgyhogy arra is reméljük, hogy minél többen fognak majd jönni. És annak a bevétele. Annak a bevétele is lesz, igen. Szóval, hogy minél több mindent próbáltunk, amiből egy kis úgy gondoltuk, hogy hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a Beninek jó legyen. És hát Beni apukája nagyon várja ezt a napot, mert többször beszéltem már vele, jönni fognak, és ott lesznek. És még egy fontos dolog, hogy egy nagyon kedves ismerősöm, egy művész írt a Beninek egy számot a Beni napra. Ez ott fog megszólalni először. Kérte nem mondom ki a nevét, hogy ki, hogy kérésére nem, hogy ott legyen először ez a szám, úgyhogy ez a Beninek lesz a száma, azt mondta az apukája, és minden rendezvényen szólni fog. Ez Beniről szól, hogy mi az ő élete, milyen a családja. Amúgy mi is írtunk már ott egy csomót, mert hogy olyan lett a szám, de nagyon jó, nagyon ott van, úgyhogy sok szeretettel várunk mindenkit erre a napra, és minél többen jönnek, annál jobb. Összefogással sikerülhet csak. És ahogy rátok nézek, tényleg meg azt hiszem, hogy mindannyiunk szemébe csak a könyv tud szökni, és hogyha gyerekekről van szó, azt gondolom, hogy bármi ilyen jellegű betegség vagy hasonló téma kapcsán csak könyv szökhet az ember szemébe, de ti mégis erősek vagytok, és
pedig azt gondolom, hogy a szervezés része, amit ugye sokan mi nem látunk, a közönség vagy a nagy közönség, pedig abban rengeteg munka van. Mióta készültetek ti már erre? Hát, megmondjam, egy hónapja. Egy hónap alatt hoztátok össze. Jó, egy hónap alatt azért mentünk egy pár kilométert, telefonáltunk egy párat, írtunk egy pár száz e-mailt, tehát párom fel szokott ébredni éjszaka, és írom az e-mailt, és meg szoktak kérdezni, mit csinálsz, mondom, figyelj, aludj. Tehát én azt gondolom, hogy a maximumot próbáljuk kihozni. Tudjuk, hogy ez csepp a tengerbe, amit mi tettünk. De ha sok ilyen van, akkor csak sikerül. Mikor lenne szükség erre a gyógykezelésre? Vagy lehet, hogy már azt fogjátok mondani, hogy már tegnap kellett volna? Pontosan. Már tegnap, vagy hát legalábbis már kellett volna. Hát Benni apukája azt mondta nekem, hogy most változott egy kicsit ez az egész felállás. Ugye egy évet mondtak nekik, amikor ugye felhívták ezt a az USA-ba ezt az intézetet, és most változtattak a gyógyszergyártó cég rajta, hogy 11 éves korig kitolták, de azt mondta a Benni apukája, hogy nincs 11 éves kor. Egy év van, és egy év alatt eznek meg kell lennie, mert hogyha megkapja a Benni az injekciót, amilyen állapotában most van, akkor abba fog maradni, amíg élete végéig. De minél később kapja meg, ugye annál több probléma fog előjönni, és akkor annál, tehát abban az állapotában fog maradni, ez a lényeg, amelyénben megkapja az injekciót. Ha mondjuk most kapja meg, akkor marad ebbe a kis inci-finci, futok, megyek, jövök, játszok, csak ugye napról napra romolhat az állapota, ugye ez nem lehet kiszámítani előre. Úgyhogy azért mondta apukája, hogy figyelj be, ha nincsen 11 év, és nincs 10 év, egy év van, és pont. Úgyhogy hát a Debreceni Campus Fesztivál is támogatja őket, ők a legnagyobb támogatójuk, az ottani fesztivál egész bevételét ők megkapják, és van ott egy gyár is Debrecen mellett, ők 100 milliót már adtak nekik. Tehát, hogy rengeteg jó szívű és jó lelkű ember van, és ha egy kávéjára van, mindenki támogatja Bennit, akkor nagyon hamar össze fog jönni a pénz. Úgyhogy és mi bízunk benne, és ez így lesz, mert hogy nincs más opció, csak az, hogy meg lesz a pénz, és megkapja Benni az injekciót. Így van, hiszen a hívó gondolatotok is ez. És tényleg anyaként, mindannyian anyák vagyunk, belegondolni ebbe, hogy hogyha a mi gyermekünkkel történne ez, tehát, hogy ilyenkor egy világ omlik össze a szülőbe, viszont ti ezt felfedeztétek apukába és anyukába, és hogy tényleg odaálltatok melléjük. Mikor beszélgetetek velük utoljára? Vagy így egész héten egyeztettek? Ez hát, hogy néz ki a családdal? Most ma milyen nap van? Ma még nem beszéltünk velük. Ma még nem, hétfőn beszéltünk. De több alkalommal is beszélt, főleg be szokott velük kontaktban lenni, mert ugye azért ők is élik az életüket, és szervezik az életüket, és próbáljuk, hogy egy vonalba egy ember beszél, általában ő szokta őket hívni, de nagyon kedvesek tényleg, és hát én nem is tudom, mit tennék, ha az én gyerekemről lenne szó, és én nagyon bízok benne, tényleg én csak azt tudom ismételni, hogy együtt kell, ennek másképp nem történhet, és nagyon sok embert várunk, bárkit, mindenkit így is. Mindenkit is. Fiatalt, időset, mindenkit. Mindenki jöjjön el, aki csak tud. Ha csak egy óra hosszára is, de jöjjön el és vegyen részt bármelyik programunkra. Mire számítatok a hétvége kapcsán, a szombat kapcsán? Nagyon sok jó emberre. A legfőképp. Visszajelzések vannak egyébként? Hát, tegnap ültem a buszon, csak és egy hölgy mondta, hogy én láttalak téged a tévében, ugye? Mondom, igen. És akkor lehet csatlakozni a naphoz, és mondtam neki, hogy természetesen bárki jöhet, nem, nincs megszabva, hogy most fehérvári vagy nem, vagy környékbeli. És akkor mondta, hogy lefotozhatom a plakátot, lefotozta a plakátot, és már osztotta is meg, és azt mondta, hogy ők 14 fővel jelen lesznek a szombati rendezvényen. Úgyhogy így most már megismernek bennünket, hála nektek, köszönjük szépen, hogy eljöttünk ide, és segítettek nekünk, hogy ez a nap tényleg még jobban sikerülhessen, úgyhogy nagyon sokan ígérkeznek, hogy jönnek, és hát reméljük, hogy így is lesz. Mi biztosítunk mindent, jó hangulatot, kedves embereket, jó szívű embereket, és a legfőképp Bennit, akiért ez a nap lesz szombaton. Aki szintén, ahogy mondtátok, az előbb ott lesz, tehát igen, hogy találkozhatunk igen, vele is majd. Igen, egy óra magasságába fog érkezni, ugye azért egy 4 éves kisfiú egész napra nem várható el, hogy ő most ott a díszparádéba eljön, és nem is. De ők el fognak jönni, messziről jönnek Debrecenből, és úgy beszéltük az apukával, hogy olyan egy óra magasságába fognak érkezni, és becsatlakoznak a programba, és ameddig bírja a Benni. Tudja a Benni, hogy lesz egy ilyen nap? Igen. Igen. Emlékeztek arra, hogy mondjuk mi volt a reakciója, vagy mit mondtak neki a szülő? Hát apukája azt mondta nekem, hogy első körbe úrált, hogy de jó apa, megint megyünk kirándulni. Mert hogy ők nagyon sok rendezvényre eljárnak, mert azt mondta az apukája,
hogy azt gondolja, hogy ő ezzel segíti a szervezőket, és hogy tényleg, ha már az rendezők melléjük állnak, akkor ő nekik ez kötelességük, úgy érzi, hogy ott legyenek azokon a rendezvényeken, amiket ő értük készítünk, és én akárhányszor felhívtam őket, minden egyes mondatával az apukának azt volt, hogy hálásan köszönjük a segítséget. Csak azért írtam fel, hogy most légvár lesz, vagy ez lesz, mindig azt mondta, hogy hálásan köszönöm. Ha csak 100 forint jön össze, én azt is hálásan köszönöm, mert a kicsi is sok kicsi sokra megy. Szóval nagyon, annyira kedves emberek, és még ezek ellenére is, amin ők átmennek, és mondta apukája, hogy nem adhatjuk fel, nem tehetem meg, hogy feladom a gyermekemnek. Élnie kell, és úgy kell élnie, mint minden normális gyereknek. Pontosan ezért, amit most elmondtál, hogyha lenne egy-egy mondat a műsoridő vége felé, akkor mi lenne az, Erika? Először téged kérdezlek, hogy mivel inspirálnád a nézőket és azokat, akikhez eljut majd ez a videóanyag, hogy ott legyünk ezen a szombati napon. Én azt mondom, hogy együtt és ott akkor fog sikerülni, ha minél többen eljöttök, ott lesztek, részt vettek az egész napi programon. Ez csak akkor fog sikerülni, ha minél többen. Ha nem tudtok rajt részt venni, akkor van a Beni Alapítvány, akkor támogassátok ezen az oldalon. És akkor már is nem kell sok, tényleg nem várunk el senkitől nagy összegeket, ha csak egy pohár vizárával, vagy egy ásványvizárával hozzájárulnak, nekünk már az is sok, hisz a csepp a tengerbe az akkor fog összejönni. Beha, te mit gondolsz erről? Hogy hát, inspirálod a szombatról? Hát, ha én azt gondolom, hogy el kell jönni mindenkinek, meg kell néznie, hogy mire vagyunk képesek, mi iszka szentgyörgyiek, és hogy mit teszünk mi a beteg gyerekekért, vagy most éppen Beniért. És hát a jó programokkal, hogy mindenki meg fogja találni a szívéhez közel állót, ugye a nappal, a gyerekekre gondolván, nekik lesz rengeteg program, és hát este lesz ugye egy bál, vagy hát ilyen diszkószerű, retro, ott hát a Suzy lesz a sztárvendégünk, úgyhogy ő is ott lesz, és nagyon felgeteges buli lesz, és rengeteg tombolánk, értékes tombolánk lesz, szóval, és annak a bevétele is a Bennyé lesz. Tehát, hogy mindent, amit felajánlottak nekünk a tombolatárként, azt mi mindent, minden egyes, egy doboz sört, vagy egy csokit, vagy bármit, azt tombolába ki fogjuk sorsolni, és minden, ami ott bejön összeg, az is a Bennyé lesz. Úgyhogy mindenkit tényleg szeretettel várunk, mert szerintem nagyon jó nap lesz, sőt, jó napnak kell lennie, és hát, ha minél többen jövünk, akkor annál több minden lesz Beninek. Meg hát látja a Beni is, hogy mennyi ember szereti őt, és mennyi ember szeretné, hogy ön meggyógyuljon, és ez a kis lelkét szerintem feltölti, de leginkább a szüleinek lesz ez, hogy tényleg mennyi jó ember van ezen a világon, hogy próbálnak segíteni nekik egy kicsivel. Én nagyon köszönöm nektek, hogy elhoztátok ezt az együttérzést, ezt az empátiát ide a stúdióba, és minden nézőnek, aki majd látja ezt az összeállítást, mert én azt gondolom, hogy ilyen emberekből nagyon sok kellene, hogy legyen körülöttünk, főleg, hogyha gyerekekről van szó, és én ehhez kívánok nektek szombatra nagyon sok energiát, erőt, kitartást, mert én azt gondolom, hogy mindenki bátran mondhatja ezután, az anyag után, hogy minden tisztelete a tiétek. Köszönjük szépen! Köszönjük! Kérlek, adjátok át majd a Fehérvár Televízió üdvözletét Beninek, és hogy gyógyulást kívánunk neki. Köszönjük mindenképpen, és várunk szeretettel mindenkit. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Elek Beáta és Tamber Erika volt a vendégem itt a Fehérvári Beszélgetések Extra című adásunkban. Én köszönöm, hogy velünk tartottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.